Az adatépítés podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésnek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com per adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. A mai epizódban négy dolgot hoztam nektek, két cikket, illetve témát, meg két tulajdonképpen GitHub repót, amiből az egyik az kicsit vicces, tűnik, de szerintem hasznos, a másik meg teljesen komoly dolog. Na kezdjük is a két cikkkel az érdekes témákkal, vagy legalábbis szerintem érdekes témákkal. Az első az egyik kedvenc területemről szól, ami, ami nem a, nem tudom, üzleti vagy, vagy szállt, hogy a fő érdeklődési területem, az pedig az űrkutatás. Persze mindenki, legalábbis azt hiszem minden kisfiú, de ország a kislányok is egy ponton az életükben űrhajósok akarnak lenni és van, akinél ez nem múlik el. Ilyen vagyok én is, pedig elég sok objektív okom van, amiért ez így nem túl valószínű. De ha már űrhajós nem lehetek, akkor űrkutatás, és miért ne az űrkutatás terén vessük be a gépi tanulást és a machine learning -et. Szóval erről szól most a cikk, amit bemutatok nektek, link a show notes-ban, ahogy azt megszokhattátok. Ismael vagy Ismael, nem tudom, hogyan kell mondani a nevét, ezt úgyis már gondolom megszoktátok, hogy itt legyilkolom mindenki nevét merő tiszteletből. Na mindegy. Ismael Arujo vagy Ahuho, ez egy 2020 novemberi cikk egyébként, úgymond egy picit régi, de a téma azt szerintem egyáltalán nem ö, időszenzitív. A cím Using Machine Learning to Find Exoplanets with NASA's Data ami nagyjából el is mondja, hogy miről van szó, tehát arra használjuk a, vagyis hát a cikkben arra használja Ismael, már ha ez a keresztneve, a képi hogy az NASA adatai segítségével, a NASA adatainak a felhasználásával exop bolygókat keressen, magyarán szólva olyan távoli naprendszerekben lévő bolygókat, amiket eddig nem ismert az emberiség. Mert ugye a saját naprendszerünket nagyjából ismerjük, tudjuk, hogy hány bolygó van benn, most attól tekintsünk el, hogy ez folyamatos vitát képezi, hogy például a Plutó az bolygó -e, de most ez a lényegtelen, tudjuk, hogy milyen égítestek vannak legalábbis a nagyok közül a naprendszerünkben. Azonban ez távoli naprendszerekben már korán sem ilyen egyszerű, mert minél messzebb van egy naprendszer tőlünk, hiába vannak már fantasztikus képességű távcsöveink, a csillagokat meg tudjuk találni, mert azok ugye fényesen világítanak, tehát egy aktív kisugárzásuk van, mindenféle frekibe, de a látható fénybe is, és a bolygók viszont nem így vannak vele. Persze, hogyha közel van egy bolygó a csillagához, és visszaveri a fényt, akkor még esetleg talán, de ez annyira elenyésző ahhoz képest, amit egy csillag produkál, szóval, hogy hosszú történet röviden, rohadtul nem látjuk a bolygókat. Mégis tudunk felfedezni bolygókat. Hogyan tudunk felfedezni? Gyakorlatilag kétféleképpen lehet felfedezni bolygókat. Az egyik, hogy a ismerve, hogy a Newtoni törvényeket, a, a csillagok mozgásában lehet bizonyos anomáliákat találni a tökéletesen szimmetrikus, illetve tökéletesen hibátlan pályához képest, és ezeket. A, 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 saját bolygóinak, már mint a csillaghoz tartozó bolygóknak, vagy egyéb éget a bolygóknak, de elvileg ugye más segítesteknek is csak elhanyagolható azoknak a, nem mondjuk egy, egy kis holdnak elhanyagolható gravitációja csillagéhoz képest, de egy bolygóknak azért lehet észlelni, így ki lehet számolni, meg lehet becsülni. illetve van a másik módszer, ami pedig azon alapszik, hogy amikor a bolygó a pályája, a normál pályája során, tehát a normál pályán való ö, mozgás során, elhalad a csillagja előtt, akkor ugye egy pici részt, egy pöttyöt kitakar belőle. És hát ezt lehet látni, vagy legalábbis jobb eséllyel látjuk. És pontosan erről szólt, vagy erről is szólt a nasa a Kepler nevű küldetése, ami lényegéből a NASA és a Caltech egyébként, tehát a Kaliforniai Műszaki Egyetem együttműködésehez, ami amúgy 2018-ban véget ért, tehát most nem zajlik ez a, ez a misszió, Viszont borzasztó nagy mennyiségű kép keletkezett, rengeteget, rengeteg csillagot fényképeztek le, szó szerint több száz csillagot fényképeztek le, ami más naprendszereknek a központi csillaga, illetve csillagai. És ezeken a képeknek egy jelentős részét feldolgozták, így egyébként a Kepler misszió talált is egy csomó exobolygót, egy részét pedig nem dolgozták fel. Részben azért, mert nem volt ez a szükség, tehát a kutatás fókuszát azt, azt, megoldották így is, vagy a célját. Részben pedig azért, mert borzasztó sok van, és hát ez nagy munka. És a cikk, amitől linkelek a show meg az egész sztori arról szól, hogy és nagy felhívom a figyelmeteket rá, hogy van GitHub link is, tehát a kód rögtön elérhető, úgyhogy ez nem csak egy olyan cikk, amiben elmesélik, hogy ilyet is lehet, hanem ez egy olyan cikk, ahol meg is mutatják, hogy hogy lehet. Szóval természetesen képfeldolgozásról van szó. Arról van szó, hogy 9564 megfigyelés van, 49 feature, ami leírja, hogy mit lehet ezen a képen látni tulajdonképpen, mondjuk így, hogy mit, miért, mit látott, ha ez a látás, ez hülye szó, de értitek a Kepler, mit látott. És tulajdonképpen innétől a dolog az egy ö, egyszerű machine learning, kvázi egyszerű machine learningre lehet átalakítani, ö, és innétől minden olyan, ahogy azt gondoljátok, tehát szétdobjuk tréning, tesztadatra 60-40% SK Learn, tehát a, a full klasszikus dolgokat lehet itt használni. Nem is a machine learning része a, az izgalmas, már olyan értemben, hogy abban semmi olyat nem fogtok látni, ami műszaki szemmel így váó, hanem szerintem nagyon izgalmas maga az alkalmazás, tehát hogy hogyan használják ezt fel. Egyébként itt a szerző mintegy 96%-os accuracy-t ért el, tehát a képek 96%-ában, vagy hát a megfigyelések nem képek, ezek hiszen leíró adatokról van szó, nem magáról a képről. 96%-ában el tudta dönteni, hogy ott egy megfigyeltek egy exobolygót, vagy sem. Ami azért nagyon cool, hiszen ez egy olyan kód, amit egy nap alatt meg lehet írni, itt a szerző szerint néhány óra alatt, de tudjuk, hogy ezekről a cikkekben azért mindig fényezik magukat a szerzők, nekem legalábbis az a tapasztalatom. Beszél, lehet, hogy csak én vagyok béna, nem tudom, hogy amikor egy cikkbe leírják azt. Jó, amikor azt írják le, hogy 5 perc alatt minden kész, azt ugye tudjuk, hogy nettó hazugság, de amikor azt írják, hogy két óra alatt csináltam egy machine learning megoldást, ami valami valódi feladatot megold az életben, hát jó, lehet én vagyok béna, de én ezt nem szoktam elhinni. Szerintem két óra alatt nem lehet ilyet csinálni, mert annyi idő alatt legalábbis az esetek többségében a magát az üzleti problémát nem érti meg az ember, én szerintem. De lehet csak én vagyok lassú felfogású, vagy túl a projekt, és mit tudom én. de mindegy, szóval, hogy de egy nap alatt meg lehet azért írni ezt a kódot, magát a kódot, ha már érted, hogy mit akarsz, meg merre mész, meg hogy. És ennek a vége az, hogy van egy futatomonogitába a fenn, van ott a link, azt megnéztem, hogy, hogy valóban ott van a gitán, a gitánban. egyébként én nem futtattam a kódot, tehát ez be kell valljam nektek, hogy én ezt nem futtattam le, itt, itt most elhiszem a, a szerzőnek, de hogy ez azt mutatja, hogy viszonylag kis munkával, nagyon viszonylag nagyon pontosan lehet találni a Kepler misszió adataiban, vagy adatainak felhasználásával egyszobolgókat, szóval itt egy terület az űrkutatás, Uh, ami, amiben ismét egy példa arra, hogy hogy lehet a gépi tanulást hasznosítani. Következő példánk egy sokkal uh, üzletiesebb, ha úgy tetszik, Jonathan Starley tollából uh, To apply AI for good, think form extraction. Aminek a témája közel sem olyan csillagászati, ha, 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 mint az előző, uh, sokkal-sokkal földhöz viszont nagyon is hasznos ugyanis kine találkozott volna már azzal a problémával, vagy legalábbis helyzettel, hogy a vállalatokban, és úgy egyáltalán a gyakorlatban, itt akár ha száz évet, vagy kétszáz évet is visszamegyünk a, a világba, akkor az emberiség mindig is, vagy na, nagyon gyakran táblázatokba gyűjtött információkat, vagy legalábbis táblázatos szerkezetbe. Itt nem csak a, a, az Excel-re kell gondolni, hanem arra is lehet gondolni, hogy 1922-ben egy újságban megjelent egy táblázat valamiről, amiben adatok voltak. Tehát, hogy itt nem, nem szükségképpen a, a digitálisról van szó, sőt, pont, hogy nem a digitálisról van szó az esetek nagy részében, bár hogyha digitális dolgaink vannak, és ugye, ahogy ez hogy szokott lenni Magyarországon a digitális állami dolgok, hogy az a digitális, hogy számítógépen töltött ki a nyomtatványt, amit aztán képen lányban vagy háromban vagy négyben kinyomtatsz, aláírsz, visszaszkennelsz PDF-be és elküldesz egy e-mail címe. Egy perc néma csend. Na mindegy, szóval értitek, ami így digitális ott is, arról van szó, hogy ez ugye valójában a végén képpé válik, tehát a számítógép számára az ugyanúgy nem, vagy legalábbis nem könnyen feldolgozható. Na de lényeg, hogy baromi sok táblázatunk van. Volt, van, és valószínűleg lesz is a jövőben. És ez egy nagyon érdekes AI terület, ugye tudjuk, hogy van, van egy OCR, ez az Optical Character Recognition, tehát ez amikor a szkenner dolgokat felismeri a gép. Ez viszonylag jól szokott működni, angolul kiválóan, de magyarul sem rosszul, meg sok-sok nyelve, amikor van egy írott gépelt szövegünk, vagy valamilyen, már nem kézzel írott, de mint gépelt szövegünk, és be kell olvasni. Ez eddig rendben van, ezzel nem leptem meg, gondolom senkit, vagy nem sok embert. De amikor egy táblázatról van szó, ott ezek az OCR, legalábbis az alap OCR dolgok azért erősen megfekszenek. Ki is tudnak, gyakran az, az szokott menni, hogy kiolvasnak adatot a táblázatból, de az oda van a végeredményben, amikor kiadja, akkor általában az egy ilyen oda hányt adat halmaz, tehát hogy így, így random sor, tehát nem táblázatot kapsz vissza adatokkal, amit a legtöbb esetben szeretnél amit a képen is látsz, vagy ami a papíron van, hanem hát jó esetben kb. hasonló sorrendben a számokat, vagy betűket, amik voltak a táblázatban, de semmi semmiképpen nem táblázatot. És hát ez egy, nem véletlenül van így, ez egy igen nehéz feladat, hogy a táblázat táblázat is maradjon az optikai karakter felismerés menő szó, tehát az ócérezés után. És ez a cikk, amit belinkelek nektek, illetve hát ez nem csak egy cikk, hanem annál sokkal több minden, van itt azért, vannak itt azért példák is. Ez, ez kifejezetten arról szól, hogy hogyan lehet táblázatot feldolgozni. Annyiban nem segít rajtatok, hogy hát itt ez egy ez egy cég lesz, aki ezt majd csinálja, tehát ilyen szempontból nem fog velünk megosztani minden adatot, és, de azért van itt is GitHub repo, meg van némi tehát nem rossz ez sem, azért is hát különben nem mondanám be adásba, hogyha, hogyha rossz lenne, de hogy ez így nem egy komplet megoldás, amit így ingyen leemelünk a polcra és örülünk, de nem baj, mert ettől függetlenül viszont szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy hogy lássunk, ez egy üzleti üzleties probléma, gyakorlatias probléma, és itt is a machine learning használható, és hogy használható. Itt ugye mivel pont a táblázatos formának egyáltalán a megértése, felismerése és ugye a kép adatnak a feldolgozása van, nyilván nem fogtok meglepődni, hogy ez egy deep learning típusú megoldás van mögötte, Persze többféle megoldás is létezik, természetesen ne rohamozzatok meg a kommentekbe, csak azért, hogy elmondjátok, hogy többféle van, tudjuk, meg igen. Ez itt egy deep learning, és próbálnak egy sotat, tehát egy state of the art, vagy a közeli megoldást ö, biztosítani, ami ami hát valamilyen módon azért a táblázatokat is képes kezelni. Ez egy igen nehéz feladat, annak ellenére, hogy ilyen hétköznapinak, vagy hogy is mondjam, ilyen ilyen kis, kis proli feladatnak tűnik, hogy jaj, most ezért táblázatokat fölismerni, hol van ez a, ez a, fantasztikus, nem tudom, Google, Facebook, stb. által bejelentett csodai ájoktól, meg hol van attól, hogy, hogy majd beszélget velünk a robot, meg ilyesmi, amiről ugye a hírekben lehet olvasni, ez viszont nekem azért tetszik, éppen azért tetszik, mert ez egy nagyon valóságos, ha úgy tetszik, föltözragat, viszont egy nagyon valós üzleti probléma. És itt is jól tud jönni a deep learning. Ahogyha uh, ahogy, ha, meg, ha, megnézitek a link a sonozva, ahogy szoktuk, megnézitek a cikket, akkor azért látszik, hogy uh, ahogy az angol mondja szépen, there is room for improvement, tehát, hogy azért még van hova fejlődni, tehát ez a probléma, ez még nincs megoldva, tehát, hogy azért ezek még így, uh, <laughs> sokkal jobb dolgokat el lehet érni, mint amik konkrétan, mint amilyenek konkrétan régebben léteztek, de azért ez a probléma még nincs megoldva olyan szinten, hogy, hogy azt mondhassuk, hogy nap kész, ezt így kell megoldani, és kész, mint mondjuk, ahogy a sima gépelt szövegre, én kimerem jelenteni, hogy ez a probléma gyakorlatilag megvan van oldva, elérhetőek erre olyan megoldások, amik 80, inkább 90 os teljesítményt nyújtanak, még a fölött is, úgyhogy gyakorlatilag ez, ez a probléma megvan oldva. A táblázatok esetében viszont még, még ez nincs. Tehát, hogy azért ott ez még. Ez nincs, úgyhogy ezt a témát járja körül nekem. Elsősorban azért tetszett, mert ez ilyen igazi, gyakorlatias dolog. Tehát hát, hogy nem olyan izgalmas, de viszont nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Na, és akkor, ahogy ígértem, két GitHub repo. Az első, és tudjátok, hogy nem jellemző, hogy káromkodás lenne az adásban. Nem azért, mert én egy akkora szent, csak egyszerűen felesleges, mint nincs helye. De hát nem tudom ezt máshogy mondani. Az a neve a GitHub repónak és a programnak, vagy hát inkább ilyen kis snippetnek, amit ajánlok, hogy The Fuck. Ami, igen, tehát ez az, aminek hangzik. úgyhogy itt, bocsánat, akkor ez lesz az első és az utolsó ilyen adással, ahol ezt így ki fogom mondani rendszeresen, de hát ugye ez az elsztam. Uh, ugyanis pont erről szól. Ez egy uh, Linux megoldás, szóval azoknak segít, akik Linuxosak, vagy linux is, én például nem tartom magam Linuxosnak, de linux is dolgozok elég sokat, ugye a hát ki nem, aki azért machine learningben van, vagy egyáltalán informatikában azért az előbb-utóbb látni fog terminált, és itt uh, tulajdonképpen arról van szó, hogy aki nem él és hal és kel és fekszik a linux mint például én, mármint, hogy én sem, az, azért az gyakran a parancsokat elgépeli. Én eleve gyakran elgépelek dolgokat, mert nem tudom miért, de néha betűt felcserélek sorrendet, hogy beírom, meg mit a én, nálam elég gyakori, és gondolom, hogy másokat is sújt, sőt, biztos vagyok benne, hiszen ezért jött létre a The Fuck, aminek az a feladata, hogy egy halom Linux parancsot ismer, és amikor elront a mondjuk beírod véletlenül, hogy apt-get, ahelyett, hogy apt kötőjel get, ugye, klasszikus bénázás, legalábbis én nálam, akkor, akkor, nem csak annyit kapsz vissza, hogy hát bocs, ez nem egy ismert parancs, próbálj hozzá újra, hanem ha installálod a vefákot, akkor megpróbálja a leghasonlóbb parancsot megtalálni azok közül, amiket, amiket valószínűleg, tehát amit írtál volna valószínűleg, ugye az alapján, hogy me, hát, hogyha mennyire gépelted de ugye általában az elgéperések, elütések, tehát nem olyan nagyon lehetetlen megtalálni, és felajánlja, és az a lényeg, hogy egyetlen enter, ahelyett, hogy újra a parancsot, vagy ugye felső nyilla visszamennék, kiavítanád, amit elrontottál, vagy hát ha maradunk a, a címnél, akkor stílusosan, hogy amit elpasztál, azt kiavítod, és akkor újra futatod, ahelyett csak egy entert kell ütnöd, és lefut ugyanaz a parancs, ugyanazokkal a paramétereke, de kiavítva ugye az elgépelést ez nem data science ilyen szempontból, tehát nem azért van a, a dolog, nem azért fontos, hogy, hogy elmondjam, mert, mert ez feltétlen data science, hanem ez egyszerűen azért, mert aki aki foglalkozik data science-szel, azt ez érintheti. Ez egy ilyen kis apróság, ami segít az ember életén, meg talán egy picit vicces is így az elnevezés miatt, de szerintem nagyon jó, götletes. Ubuntu, FreeBSD, Chrome OS és OSX alá, az OSX ugye egy kicsit bonyolultabb felrakni, de annak is itt van, hogy hogy kell, úgyhogy hát azt nem próbáltam, mert OSX-et nem hajtok, bőven elég nekem két oprendszer világ, azért mondom, hogy világ, mert ugye Linuxból több is van, mert több viszló is, Előfordul nálam, úgyhogy egy harmadik világ az már igazán nem kell. De aki abban a világban van, az is megtalálja itt a számítását, ahogy olvasom. Bár azt nem próbáltam, ezt bevallom. Az Ubuntu alatt működik, azt tudom, mert azt próbáltam. Úgyhogy hát tudom ajánlani nektek a The Fuck ot link a show notes -ban. A következő GitHub repo link a van ahogy ezt megszoktátok. Az az operator, ez is ez ilyen szóvicc akar, gondolom lenni, mert hogy Python, és akkor hogy O, op Python, operator, értitek, mindegy. Jó, hát, oké. Okay. Ez is egy szintje a humornak. Az a lényege, és itt is bevallom, hogy ezt egy izgalmas repónak találtam, gondoltam, hogy elmondom nektek és megmutatom, de én magam nem próbáltam még ki. Tehát elolvastam, megnéztem a demót, szerintem cool. Akitől kaptam az ajánlást, annak feltétlenül megbízok a véleményébe. és ezért ajánlom most nektek. Jó, de én egyébként még nem próbáltam. Az operatornek az a lényege, hát a tételmondat mindent elárul: Turns your Python functions into microservices with web, API, inter interactive, GUI, and more tehát magyarul van valamilyen Python alapú ö, függvényed, vagy hát tulajdonképpen egy, egy Python parancsod, egy kis, egy kis valamilyen kis mini amit az Opai Rator gyakorlatilag egy, elvileg egy parancs segítségével, ugye van egy ilyen sémája, egy JSON sémája, egyből átalakít egy hívható mikroszervisszé, amihez kapsz egy webapit, és még ö, kigenerel neked egy ilyen interaktív GUI-t is, tehát egy, egy felhasználói felületet, ez megint nem az, hogy hard data science, tehát ez nyilván nem egy machine learning library, amire mindegy, nyilván rájöttetek, hogy ezt mondom. Viszont én legalábbis a gyakorlatban gyakran találkozom azzal, hogy, hogy az ügyfelek nem annyira szeretnek parancsorban parancsokat futtatni, vagy hogyha demóznot kell egy működést, akkor hiába működik parancsorban, olyan érzést ad az ügyfele. Nem tudom miért, mert én szép, szép dolga a parancsor, főleg, ha megvan egy kicsit fixálva színekkel, meg mi egymás, de, de tök jól átlátható. De valahol értem azt, hogy a, a user nem azt akarja nézni, hanem hanem szeretne kapni egy, egy felületet, ahol van egy gomb, amit megnyom, és akkor megtörténik, amire vár. És ö, nagyon sok időt el lehet, ö, el lehet ö, pazarolni, vagy hát jó, nem pazarolni, de értitek, el lehet használni arra egy projektben, hogy ö, hogy ilyen mini felületeket, demo felületeket ö, megcsinálj. Én nagyon hiszek benne, hogy fontos, hogy a, a, az ügyfél vagy a user, vagy mindegy, hogy mondjuk megrendelő lássa, mit csinálsz, mert ez neked nem csak azért, mert menőn néz ki, ez is persze fontos, hogy egyfajta ilyen marketing értéke is van a dolgoknak, de sokkal inkább azért, mert el tudja képzelni, hogy te miben gondolkozol, hogy akarod megoldani, amit ő szeretne és az alapján tud téged instruálni, hogy valójában mit szeretne. Tehát ilyen gyors demózásokban, mini demózásokban hívhatjuk agilis működést, tök mindegy, hogy hívjuk, de értitek. Szerintem ez nagyon jól működik, különösen a Data Science Machine Learning területen, ahol azért előfordul, hogy foglalkozunk olyan komplex dolgokkal, matekkal, statisztikával, amit nehéz fejben elképzelni annak, aki nincs ebben a szinten tehát mondjuk a biznisz megrendelődnek, nem is a dolga, hogy napi szinten ebben legyen, de valahogy meg kell, hogy értsétek egymást, és szerintem ennek az egyik legjobb módja az ilyen mini demóknak a mutogatása, amit persze lehet rajzolva is, de hogyha van egy ilyen tök jó kis, kis library, ami így kvázi megrajzolja, hogy le, legyártja neked ezeket a mini demókat, mini felület, ezek nagyon mini, tehát hogy képzeljétek el, hogy 3-4 gombot ki tudsz rakni, input, output, és meghívja. Tehát ez egy tényleg mikroszervisek, tehát ez nem arra alkalmas, hogy egy komplett megoldást ö, ott ledemozzál, csak egyszerűen arra alkalmas, hogy egy nek a működését meg tud bemenet, kimenet, és akkor ott lehet demozgatni de tulajdonképpen annyival vagy bejebb, hogy nem végül is ahhoz hasonlít, mintha egy postmanod lenne, és akkor ott a hívásokat különböző par, itt lehet, már van egy ilyen felület, ahol a paramétereket te tudod állítgatni, ilyen kis csúszkával ez az, tehát hogy ez egy, egy, alternatív megoldás erre, ami szerintem jól néz ki, hasznosnak tűnik, és gondoltam ezért ajánlom nektek. Remélem tetszett nektek ez az adás, ennyi volt már az adatépítés, találkozunk a következő epizódban, sziasztok!